Következő étel, amit el fogunk készíteni, ez egy piskóta lesz, méghozzá egy tortát fogunk belőle csinálni, egy alap piskóta tortát. Ebből utána úgy fejlesztjük tovább, ahogy szeretnénk. Itt az alaptészta lesz, ami fontos. Az alaptésztához kelleni fog majd 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 púpozott evőkanál liszt, és egy sütőporra van szükségünk. Csipetnyi só. Egy csipetnyi só, ugye minden desszertbe rakunk bele egy csipetnyi sót. A tojásokat üssük föl, és akkor a sárgáját belerakjuk az üstbe, a fehérjéjét pedig oda külön bele ütjük. És nézzük meg egyenként a sárgákat. És nézzük meg, így van, esetleg, hogy a sárgákat. Bármiféle probléma. Így van, és akkor abban öntjük bele. 6 evőkanálnyi cukrot keverjünk hozzá ehhez a tojássárgás részhez. 1. 2. Számolod? Aha. 5 és 6. Meg is van. Szép habosra felkeverjük a tojást. Látni fogjuk, hogy majd fel fog jönni jó magasra ez a kis tojás. Sárgája, kent ki légy szíves a formánkat egy kicsi vajjal. Jó? A szélét is, hogy lehessen látni. És egy pici lisztet tegyél az edény aljára, és azt szórd szét, hogy egy kicsit tapadjon rá erre a vajas felületre. Jó, és az oldalfalához is tapadjon hozzá. Itt látjuk, hogy mennyire kentük ki jól, vagy kevésbé jól. Igen, igazából is az is fontos, hogy amikor majd kiveszem a tortát, ettől a lisztől majd el fog engedni a formát, és könnyen ki tudom majd venni a tortát. Szépen felverődött ez a tojássárgája, úgyhogy kikapcsoljuk a készüléket, kicsit felnyitjuk. És akkor egy edénybe bele kellene szedni. Lehet látni, hogy megváltozott egy kicsit a színe is, és az állaga is ilyen kicsit habos lett, úgyhogy nyugodtan nyúljál bele, Gábor. Szedjük ki az utolsó cseppig. Most már fölverhetjük a tojásfehérjét, egy tiszta edénybe kell felverni. Jó, ezt is szép habosra. Oda kell figyelni, nem szabad túlverni. Hogyha nagyon kemény lesz a hab, és nem lesz jó az állaga, akkor attól is össze tud esni a piskóta. Pici só esetleg. Egy pici sót mindig teszünk a tojásfehérjébe. Valaki citromot tesz bele. A citrom ízesítő anyagként van, de só igazából az egyik legfontosabb része. Egyben, hogyha lehet, akkor ne törjük. Így van, lehetőség szerint óvatosan belerakjuk. 6 púpozott evőkanál lisztet, szórjunk szét így rajta. Légy szíves. És a következőképpen a sütőport a liszttel egy picit úgy próbáld meg ott a tetején szétszórni. Most én ebbe belenyúlok, és érezni lehet, hogy minimális mértékben törjük össze ezt a habot. Összekeverjük a liszttel. Fontos az, hogy levegős. Hogy levegős, könnyű maradjon a tészta. Csak lehet látni, hogy a tésztánk teljesen kis kellemes egynemű, és akkor tegyük bele most már a formába.